Barító repertoárba Jágó az szerintem benne van a top 10 szerepbe. Azt mondta nekem egy rendezőm nagyon rég, hogy egy darab csak annyira jó, amennyire jó benne a negatív szereplő. Úgyhogy ez rettenetes nagy kihívás, hangilag is, mennyiségben is nagyon sok, de viszont minden szónak meg kell adni az értelmét, mindennek színe van, az, hogy terjeszti az ármányt, tehát az intrika, hogy működik, ez zseniális dolog, és rettenetes nagy kihívás. Inkább a negatív szerepek vannak a hangfajomra írva, de amúgy ez egyrészben jó, mert akkor az ember ki tudja élni minden negatív érzéseit, ki tudja élni a színpadon, és a privát életben pedig lehetünk úgymond jó fiúk. Mondhatom azt, hogy hazajöttem. Én itt tanultam Kolozsváron. Imádom, nagyon-nagyon szeretem ezt a társulatot. Egy fantasztikus zenekar van, fantasztikus énekkar van, csodálatos karmesterek dolgoznak itt. Nagyon-nagyon szeretek itt lenni. A Boldizsárral engem egy nagyon-nagyon kemény, hosszú barátság fűz össze. Mi nagyon sokat énekelünk együtt, ismerjük egymást, és ez nagyon jó, mert tudunk együtt próbálni, tudunk róla beszélgetni, mert amúgy Iago és Otello a darabba is nagyon közel állnak egymáshoz. Ezért nekem könnyű dolgom van, mert ismerem, nagyon-nagyon ismerem a Boldit. Verdinek a művészi kiteljesedése, tehát zenei dramaturgiájában, ahogy a zenei szerkesztése megvan az Otellónak, az egyszerűen fantasztikus, tehát nagyon-nagyon érdemes megnézni, nagyon-nagyon jó emberek lesznek a színpadon, és szerintem egy nagyon jó produkció lesz. Gyertek előadásra, gyertek a Magyar Operába. Fantasztikus dolog, hogy itt Erdélyben van egy olyan társulat, egy magyar sziget, egy magyarságnak itt van egy szigete, ami valószínűleg egyedülálló a világon az, hogy ilyen létezik. Azok, akik itt dolgoznak, azok megérdemlik azt, hogy szeressük őket, fantasztikus munkát végeznek, és járjatok operába. Nagyon jó dolog.